Magyar Országgyűlés egyetlen női házelnöke, az MSZP alapítója, most pedig miniszterelnöki megbízott. Ma Szili Katalinnal beszélgetünk őszintén. Jöjjenek velem! Szili Katalin irodája a belvárosban, a Tudományos Akadémia melletti épületben van. Ha nem a parlamentben van, akkor általában itt tartózkodik. Dolgait többnyire maga intézi, nincs sajtósa, de még sofőrje sincs. Stábunkat szívélyesen fogadta, régi ismerősök vagyunk, ezért tegeződni fogunk. Vele egyébként sem lehet nagyon másként, közvetlen stílusa miatt. Parancsolj, foglalj helyet, és szerintem, ha megengeded, akkor tegeződjünk, úgyis elég régóta ismerjük egymást a határon túli ügyekbe, hiszen ott is sokat szerepeltél, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Én megköszönöm szépen, hogy elfogadtad az invitációt. Nekem egyébként is aktuális, mert hogy elnéztem a balliberális médiát az utóbbi időben, mondjuk elég hosszasan foglalkoznak vele, mint az aktuális politikai ügyek kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy még erre is lehetősége nyílik, hogy erről is beszéljön. Szili Katalin 1989 óta politizál, előbb az MSZNP-ben, később az MSZP-ben, amelynek 2009 óta nem tagja. Jelölték köztársasági elnöknek is, ami azért nem következett be, mert az SZDSZ végül kihátrált mögüle. Jelenleg saját pártja van, elnöke a Közösség a Társadalmi Igazságosság Néppártnak, de miniszterelnöki megbízotti feladatkört is ellát. Főleg a határon túli magyarokért tevékenykedik, ami mindig is kedves feladat volt a számára. Amikor mondjuk ennek én hangot is adhattam, az 2004. december 5-e volt, úgyhogy éppen néhány nappal, héttel vagyunk azután, hogy az évfordulója volt, 14. évfordulója, hiszen hát én azt egy szégyenletes dolognak tartom, és készült most az utóbbi időben egy könyv rólam, amit Galló Béla írt a 20 éves pályafutásomról, illetőleg ennek kapcsán arról, hogy a baloldal miért jutott ide, ahova jutott, egészen rendszerváltás óta. És abban is szólok arról, hogy 2004 az szerintem a nemzet életében egy elég csúnya történet volt éppen emiatt, mert akkor széttört gyakorlatilag a nemzet gerince ezzel a népszavazással. Amíg emlékeznek, 2004. december 5-én két kérdésben tartottak országos népszavazást. A kórházak privatizációjával kapcsolatban, amit a Munkáspárt kezdeményezett, valamint a Magyarok Világszövetségének az indítványára, a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról is megkérdezték a szavazókat. Mint ismeretes, az alacsony létszám miatt a népszavazás mindkét kérdésben eredménytelen lett. Ami az egészségügyben nem járt következményekkel, de a magyar politika és a határon túlélő magyarság kapcsolatát azonban hosszú távon igencsak megterhelte. Ha akkor a kormányzó párti erők nem osztják meg annyira az országot, akkor szerintem sok minden másképp történt volna. Nyilvánvaló, hogy nem kellett volna még most is, vagy nem kellene még most is azzal a baloldalnak viaskodnia, hogy levetkőzze magáról a nemzetietlenség vágyját, ami szerintem egy tragédia, hiszen attól, hogy valaki baloldali, vagy attól, hogy baloldali gondolkodású, ez nem jelenti egyben azt is, hogy nemzetietlennek, vagy éppen keresztényellenesnek kell lennie. Szili Katalin bár akkor házelnöki tisztséget töltött be, a pártján belül is ellenezte a magyarok megosztását ebben a kérdésben. Azt mondja, hogy sok minden másként történt volna, ha nincs ez a népszavazási kudarc. Tekintettel arra, hogy abban az esztendőben volt először, hogy európai parlamenti választásokra került sor, és éppen a választásokat megelőzően történt, hogy én egy elnökségi ülésen fölvetettem, hogy kollégáim is figyelmeztettek erre az akkori kabinetfőnököm, hogy hát készül egy aláírásgyűjtés, illetőleg már zajlik a Magyarok Világszövetsége részéről, és hát erre kellene valamilyen álláspontot kialakítani. Ez egy májusi elnökségi ülés volt, ahol az akkori pártelnökünk, Kovács László elnök úr azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi, ne foglalkozzunk ezzel. Ma már tudjuk, hogy az MSZP akkori vezetése tévedett. Igenis ügy lett az aláírásgyűjtésből, és az azt követő népszavazásból is. Akkora ügy, hogy a kormányzó pártot, az MSZP-t lejtmenetbe taszította, amit azóta sem sikerült megállítani. Az európai parlamenti választásokat mi akkor elveszítettük, akkor azt hiszem 5 jelölt került, vagy 8 vagy 9 jelölt került be, és így veszítettük el,
De akkor én, mint pártelnök helyettes, leköszöntem, éppen emiatt, hogy vereséget szenvedtünk az európai parlamenti választáson, leköszöntem a pozíciómról, de megmaradtam házelnöknek. És nyilvánvaló, így a közéletből én nem húzhattam ki magam, de hát akkor októberben már látszott, hogy futunk bele egy népszavazásba, és azt mondtam, ha ezt a politika nem oldotta meg előtte ezt a kérdést, és nem tudott törvényt alkotni, akkor szerintem nincs joga azt mondani, vagy megmondani, hogy az emberek nemmel szavazzanak. Én azt mondtam, hogy mindenképpen azt kellene mondanunk, ami a lelkiismereti szavazást jelenti. Egyébként innentől kezdve engem már teljes egészében be is skatujáztak ebbe a népi nemzeti vonalba, amit én egyébként szívesen vállalok. Hogy értékeled egyébként ennyi év után, bocsánat, hogy jó volt a döntésed? Én azt nem bántam meg. Az a helyzet, hogy nem volt helyem. Azért sok minden történt velem is, meg a párttal is, mondjuk 2002 és 10 között. És az a fajta hanyatlás, amiről beszéltünk, az valóban 2004. december 5-től és a bizalomvesztés. Bár utána még azt mondhatnánk, hogy volt egy 2006-os győzelem, de én azt gondolom, hogy azt követően, és azért ebbe beletartozik az Összödi beszéd, beletartozik az elég sajnálatos miniszterelnök váltás, ahol ugye két hétig ment a performance és a casting, hogy ki lesz a következő miniszterelnök. De én 2009. júliusában azért köszöntem le azon az ominózus kongresszuson, mert én úgy gondoltam, hogy ha megpróbálok visszafordulni a pártba és szembesíteni azzal, ami a nemzetpolitikában, a társadalmi párbeszédben a legfontosabb, akkor talán tudunk enyhíteni azon, ami akkor már látszott, hogy kétharmados vereséget fogunk szenvedni. Ami szinte menetrendszerűen be is következett, az MSZP azóta sok mindenen átment, de gyakorlatilag máig nem tudott felállni a vereségből. Egyébként egykori pártársaid, de szoktál még beszélni? Nem. Megszakadt a kapcsolatot 2010-ben? Bocsánat, rosszul mondom, a vezetőkkel nem. Viszont az egy nagyon érdekes dolog, hogy én úgy látom, hogy sokkal intelligensebbek azok, akik a végeken dolgoznak, mert ők teljesen természetesen, sőt van olyan, aki a problémájával is megkeres. Ugyanakkor van olyan, hogy kapok SMS, hogy Szili Kati most aztán megint mit mondta. Az az érdekes, hogy az nem veszik észre, hogy 3/2 Fidesz győzelem történt az elmúlt 10 esztendőben. 3. Na most engem még mindig előállítani úgy, mint árulót azokkal szembe, akik egyébként még ma is tehertételei a baloldalnak, vagy azokkal szembe, akik az infrastruktúrát kiárusították, akik a média hátteret megszüntették. Most könyörgöm, én vagyok még mindig, aki egyszerűen félreálltam, de hát lelkük rajta, látok azért politológusokat is, akik ezzel rugóznak még mindig. Én meg kell, hogy mondjam, hogy én valóban pártot azt úgy váltottam, hogy én kiváltam egy pártból, anélkül, hogy szétszedtem volna. Viszont én a hitvallásomon, az ideológiai elkötelezettségemen nem változtattam. Szili Katalin mind a mai napig visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint megalkudott volna a Fidesz-szel, és elárulta volna a baloldalt. Ugyanis a nemzetnek fontos munkát végez, régóta nem tagja az MSZP-nek, és azok kritizálják, akiknek rossz a lelki ismeretük, mondja. Hiszek abban, hogy nemzetnek van csak létjogosultsága egy következő Európában, eddig is ezt hirdettem. Én egyébként keresztény katolikus ember vagyok, hiszek abban, hogy ennek az Európának akkor van jövője ebben a világban, is fogja tudni újra definiálni magát, ha ezt az értékét megőrzi. Én ebben ugyanazt mondom, amit mondtam 10 éve, 15 éve, vagy 20 éve. Na, ígyuk meg ezt a kávét, ígyuk ami egy gyönyörű, gyönyörű bögrében van. Ez ugye egy porcelán. Jól látom? Zsolnai, van. Egyébként az nagyon jó érzés, hogy amikor ide kerültem, ez volt a parlamentben is egy ilyen zsolnai pompadour készlet, ez a kékfehér ugye a pompadour, igen, az igen, aranya. Igen. De hát mint pécsinek szerintem életű, hogy zsolnai legyen, és nagyon jó, mert a Potápi államtitkár úr, akivel itt nemzetpolitikában együtt dolgozom, nála is ez van, tehát mi, akik Baranyából jöttünk, azért inkább azt preferáljuk. Tehát zsolnaiból is szálltok a kávé. Így van. A
A zsolnai porcelánról nem sokára még szót ejtünk, de időközben megérkezett Szili Katalin irodájába Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő, aki szintén főleg a határon túliak érdekeit képviseli külföldön és belföldön egyaránt. Ha még emlékeznek, az ő nevéhez fűződik az a bizonyos Kalmár jelentés, a kisebbségek jogaiért lépett fel az Európai Parlamentben, most Erdélyből hozott híreket. Tegnap és tegnap előtt Kolozsváron voltam egy kollégámmal, mégpedig azért, mert az ENSZ-nek a kisebbségi ügyekben raportőre, jelentéstevője, Fernando Varen Kolozsváron volt, és hát a FUEN szervezésében ez az Európai Kisebbségi Szervezetek Európai Egyesülete. Igen. Ők voltak azok, akik a Minority Safe-paket az RND-nél együtt igen, és személyesen Vince Lorand, aki ennek az európai elnöke. Most ez a szerencsés helyzet van, hogy magyar politikus az elnöke. Szili Katalint munkája a fővároshoz köti, de minden szabadidejét, a hétvégéket szeretett szülővárosában Pécsett tölti. Férjével, kedvenc kutyájával, a gyerekekkel, na meg a barátokkal, akikhez bármikor, bármivel fordulhat. Számomra az az öröm, ha most találkozom emberekkel, és ugyanúgy a tiszteletet megkapom, vagy látom rajtuk, hogy számukra is egy jó leső érzés a kapcsolatot tartani. És azért az életemben bárhol, bármikor, főleg, hogyha most visszatekintek 25 év politikai pályafutásomra, akkor azért sok-sok olyan ember van, akik függetlenül attól, hogy merre vetette őket az élet, jelentkeznek időnként, felhívnak, hogy hogy vagyok, és szerintem ennél több az embernek az életben nem kell. Katalinnak saját gyermeke nincs, de az élet úgy hozta, hogy egy autóbalesetben elhunyt házaspár gyerekeit ők nevelhették fel, akik azóta már felnőttek, kerek és teljes a család. Eszter a pécsi művészeti szakközépiskolában végzett kerámia szakon, de végül építész lett, bátyja Péter pedig az ELTE-n szerzett jogi diplomát. Valahogy úgy érzem, hogy a kötelék az talán még mélyebb, mint a vér szerinti. Ugyanis Katalin az erkölcsöt és a klasszikus családi modellt már gyermekkorából magával hozta. Édesanyám, amikor kicsi voltam, akkor jártam hittanra, áldoztam, bérmálkoztam, és azt mondta, hogy ő nekem megad mindent ahhoz, majd én, ha felnőtt leszek, eldöntöm, hogy számomra mennyire fontos nem csak a vallás, hanem egyáltalán jó Isten, mert számomra aztán egy nagy törés volt az életemben, amikor, illetve nem volt törés, csak ebben az értelemben, amikor a balesetem volt 1968-ban. A 12 éves Katalin egy barátjával nagyszülei udvarán játszott, ahol találtak egy második világháborús nehéz aknagyutacsot. Egy szöget akart beleverni, ami felrobbant a kezében. Édesanyám, ahogy meghallotta a robbanást, ő lecsapta a tollat az irodában, és hazarohant. És ha ő akkor nem kötöz el, akkor lehet, hogy ma már nem ülök itt veled, és nem beszélgetünk. És utána bekerültem Pécsre a klinikára, és akkor azt mondták, hogy hát nyilván 10 nap a krízis, hogy megtudják, hogy életben maradok-e vagy sem. Aztán 3 nap után kiderült, hogy igen, és amikor először fölkeltem és mentem édesanyám elé, akkor ő összeesett, tehát addig tartotta magát. És hát egyetlen gyermekeként én azt gondolom, hogy tényleg ő is borzasztó, amit kiállt, de azt mondta akkor a professzor, aki műtött, hogy biztos valami dolgom van még az életben, és szerintem ez így is van, hiszen történhetett volna másképp is, hogy akkor éppen nem maradok életben. Katalin a keze elveszítése ellenére átlagos életet élt. Elvégezte az összes házi munkát, sportolt, de tudta, hogy a kenyerét felnőtt korában az eszével kell megkeresnie, és így lett jogász, majd politikus belőle. Hogy lehet ezt feldolgozni?
Az az érdekes, hogy erről ilyen részleteiben még nem beszéltem a nyilvánosság előtt, de akkor, amikor azon a napon, amikor volt a baleset és megműtöttek, ugye akkor én másnapig kómában voltam, és amikor először fölébredtem, álltak az ágyam körül, és azt kérdezték, hogy tudom-e, hogy hol vagyok, és mondtam, hogy igen. Ugyanis én mindvégig észnél voltam, amíg engem a klinikára bevittek. Tehát gyakorlatilag mindent tudtam magamról, és hát azt mondták, hogy ahhoz képest, hogy egy ilyen nagyon vékony kis szőke kis átlátszó kislány voltam, hogy elég erős volt a szervezetem, mert mindent kibírtam. Hát nyilván ebben azért a jó sorsom is benne van, és azért hál' Isten azt kell, hogy mondjam, hogy többnyire intelligens emberekkel voltam körülvéve, akiknek ez igazából nem volt különösebb probléma, hanem így fogadtak el. És hát azt hiszem, hogy én is átéltem azt az időszakot, ami azért a rendszerváltás előtt ebben a kérdéskörben azért nem volt annyira, mert azt ugye handicapesnek, meg nem tudom én kinek, minek tekintették, de igazából nem voltak emiatt hátrányaim, sőt én azt gondolom, hogy talán jó példát mutattam arra, hogy hát azért így is el lehet érni az életben bármit. Katalin bal keze nélkül is azóta is bármit elvégez. Autót vezet, telefonál, főz, mos, takarít, de a kíváncsi tekintetek elől néha eltakarja bal karját. Erre egy egész sálgyűjteménye van, amit kivételesen nekem is megmutatott. És sálad van összesen? Hát szerintem olyan 140 körül. És mi alapján csomót el is ajándékoztam. Hát többet kaptam még házelnök, ezt is például a Finnektől kaptam ajándékba. Ezen rajta is van a, azt hiszem ez valamilyen jelképük. Vagy persze, mindig, sőt, hát a házelnök kollégáim, akik jöttek vendégségbe, mindig sálat hoztak. Miután elfogyasztottuk Katalin férje a Miklós által készített finomságokat, utunk a városba vezetett, ahol megtudhattuk, hogy hol vannak azok a helyek, amelyek mind a mai napig fontosak a számára. Ez a Boldogságháza itt volt 77. júliusában az esküvőm. És az nagyon érdekes volt, mert délután 2-kor júliusban 50 fok meleg volt, és magas sarkú cipőm így beragadt a beton, de meg is mutatom ennek az udvarát. Nézzük gyere. Meg, hogy mit találunk, de gondolom ilyenkor zárva van, nem? Ilyenkor igen, zárva van, de akkor már megvoltak, ha jól emlékszem, ezek az épületek is. Úgyhogy itt volt, és jót nevettünk, mert mondták, hogy amikor fölmegyünk a lépcsőn, megszólal a nászinduló, akkor szép lassan. Hát erre, ahogy megszólalt a nászinduló, én, mint akit puskából lőttek. És hova ragadtál bele? Itt, akkor még ilyen betonlapok voltak, és ilyen bitumennel volt kiöntve a közte, és ugye az az 50 fokba jó fölolvadt, és oda szépen a cipőm beleragadt, hogy itt törölgették a cipőmet. Egyébként akkor a cipősarkad megmenekült. Egyébként itt éltem le a gyerekkori életemnek gyakorlatilag az egész részét itt a Széchenyi téren. Mi a hosszú házasság titka? Tehát, hogy mi kell ahhoz, hát hogy ez működjön, mert manapság pont az ellenkezőjét együtt. Ugye ebben mi, de nyilván ebben azért az a legfontosabb, ami a próbatételeket jelenti, hogy mennyire tudják átvészelni a próbatételeket. Nyilván a Miklós is tudna rólam kritikákat mondani, én is ő róla, de talán az a másik az, hogy nekünk nem voltak külön barátaink, neki sem, meg nekem sem, tehát ő saját baráti társaságban. Az én baráti kapcsolataim is inkább ilyen esetülegesek voltak, és talán azért, mert mi nem csak papír volt köztünk, vagy van köztünk, hanem a barátság is megmaradt, és lehet, hogy az segített át azokon az időszakokon, amikor esetleg más az kevésbé működött.
Jövő héten Okovács Szilveszterrel, az Operaház főigazgatójával beszélgetek őszintén. Tartsanak velem akkor is!